játszott át a kerítésen. Nagyon jól érzi magát, úgy néz ki. És egy egész pályás letámadást játszik. Nagyon, nagyon jól felkészült. Hát már lóg a nyelve azért. Kicsit zavarban van szerintem szegény. Igen, most már be van kerítve, már nem tudja, hogy merre menjen. Talán valakinek meg kéne fogni. Egy kölyök kutyáról van szó. Igen, de úgy láttam, hogy senki nem vállalkozik a futásra. A tessék is, a labdát is szerzett, igen. Hát nem tudom, mikor jó, folytatódik a mérkőzés, de lassan a biztonsági szolgálat jó pár emberére szükség van, meg újabb labdák érkeznek. Megvan a megoldás, úgy tűnik. Lehet, hogy a labda keltette fel egyébként az érdeklődését, és ezért lépett pályára. Nem biztos, hogy lement. Szerintem nem, érzi azt, hogy nem, nem hagyja magát becsapni. Ő mindenképpen játszani akar. Hát régen láttunk ilyet, korábban azért volt rá példa néhányszor. De most talán. És sikerült. Nem, visszajön. Rájött, mondom. Rájött, hogy ki akarják csalni. Hát, nem lesz rövid meccs. Mindenesetre a kutya gazdája abban a szempontból mindenképpen büszke lehet, hogy nagyon-nagyon okos jószág. Most már nem érdekli a labda se. Visszajön. Mondom, fúj a szél. Mondanám, hogy a fél idő felénél járunk, de hát azt hiszem, hogy a hosszabbítást is beleszámítva, ez már korán sem olyan biztos. A játékosok egy része közben elindul a kispad felé, legalább néhány taktikai tanácsot meghallgathatnak.